Sokan kérdezik, hogy mik a helyes arányok a kutya etetésében, a növény és állati etető összetevők tekintetében, illetve vannak-e trendek, irányok, amelyek ebben az etetéssel összefüggenek. Azt tudom erre válaszolni, hogy a, a pontos arányoknak a megítélése az nem egységes. Nem egységes. Nincsenek olyan pontos számok, amelyeket itt most fel tudnék hozni, hiszen a szakértők is attól függően, hogy éppen miben hisznek, milyen szempontokat vesznek figyelembe. Csak annyit tudok erről elmondani, hogy az állati eredetű fehérjének nagyjából 60-90%-ban kell szerepelni a kutya étrendjében, és nagyjából 10-40% az az a növényi eredetű, ami optimálisnak mondható. Hát ebből is látszik a 60-90-10-40, ebből is látszik, hogy az elég nagy széles, hát széles körben, vagy széles palettán mozog az a számarány, amit optimálisnak tartanak ilyen vagy olyan szakértők, de az biztosan mindenki megállapítja, hogy növényi eredetű eredetű alapanyagoknak azért valóban van szerepe a kutya etetésében. A napi minimum életfenntartó szükséglet kutyában kb. 75 kilokalória per kilogramm, ami természetesen egy alap ez azt jelenti, hogy egy olyan kutyát egy átlagos kutyának átlagos mozgás igényével, átlagos táplálási szintje, ez 75 kilokalória per, per nap. A mozgás intenzitásától függően, ez, ez fölmet többszörösére is, gondoljunk itt egy, egy sportkutyára, aki mondjuk a pályán munkában van, ennek a többszörösét fogyasztja el, és többszörösét is nyújtani kell. A, az Trendekről, vagy az irányokról annyitok mondani, hogy talán korábban, egy 5-10 évvel ezelőtt a tápok, a tápgyártók is másképp gondolták ezt még, és nagyobb arányban tettek növényi eredetű alapanyagokat a jó minőségű tápokba is akár. Ez a trend talán valóban billen, és a, a mostani tápokban szofisztikáltabb módon, jobban előemésztett, elő jobban föltárt formájában szerepelnek a növény alapanyagok, amelyek jobban, bíz, jobban bírják a kutyának az emésztését is, és gyors nagyobb valószínűséggel kerülnek be valóban a kutya szervezetében. Tehát van egyfajta változás azért a szakértői és a tudományos körökben is e tekintetben? Tehát az is lehet, hogy mondjuk öt év múlva, ha ugyanezt a kérdést ugyanitt fölteszik, már más arányokról kell majd beszéljünk, hiszen ez az egész forrongó és változó, folyamatosan dinamikusan változó kérdés és válasz együttes. Nagyjából körülbelül az a 60-90 állati és 10-40 növényi eredetű az az, ami, az az arány, amit ma jónak tartunk.